Mária Márico, drága követő rajongó, érik a szőlő, hajlik a vesző, bodor a levele, két szegény legény szántani mennek, de nincsen kenyér. Drága arany követő rajongó, figyeljél már ide rám, nagyon idegbe vagyok. Képzeld el, hogy na, kaptam a apámra hideget, meleget, teljesen jogos, figyelj ide! Először is első körben valami félreértés lehetett itt az óriási speech-em, érted itt a nyitóbe, az ünnepi beszédem tegnap. Nézzek ezt a sasztantos liliumot, ezt megadom neked, most már így, nézzek, ilyen dupla. Figyeled ezeket a sasztantos liliumokat? Dupla, édesem, dupla. Szóval várjál már, nem ez a lényeg, hagyjál már, ne izé a virágot bámulj, rám figyeljél. Az a lényeg, hogy valószínűleg akaratomon kívül megbántottam embereket, vidéki testvéranyáimat, úgyhogy még egyszer elnézést kérek, nem volt benne ma... Te nézel minket, te izé, miért mondod, hogy nem nézek le senkit, muci, nyugodjál meg, úgyhogy ha tényleg bárki így érezte, már jár, nyomom ki a cuccot. Ha így éreztétek, akkor még milliószor elnézést kérek, mindenkit imádok, szeretek, senkit nem nézek le, nem is lenne helyén való, hogy bármi politikai vagy gondolkodásmód ketté válasszon minket, anyukám, mert egy nép vagyunk, egy nemzet vagyunk, egy ország vagyunk, egy izé cilatínbe vagyunk, úgyhogy senki ilyet ne érezzen. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Ezt el tudom fogadni, anyukám. Elúrtam. Ki ne úrná el a dolgokat, érted? Hát az nem úrja el, aki nem csinál semmit. Mondasz valamit, édesem, lehet, hogy hülyén fogalmazol, úgyhogy lehet, édesem, aki nem beszél, az nem követel hibákat, úgyhogy még egyszer elnézést. Figyelj, valami olyasmi, már nem tudom, mi volt a kiborulás tárgya, de valami olyasmi, hogy én, hogy nem éri annyi inger, azt mondtam, hogy nem éri annyi inger a vidéki embereket. Hát figyelj, ez félreérted, és ez nem a te hibád, tehát hogy tényleg nem ért, tehát hogy anyukám mások, tehát ez, itt élünk például Budapesten, vagy Párizsban, mert Franciaország ugyanez, Párizs egy nagy vízfej, és ugye ez arról szól, hogy mi minden oda koncentrál, mindent oda visznek, az összes színdarabot, az összes izé, operáta, nem tudom, majd, ugyanúgy, mert egy nagy vízfejként működik ugye egy főváros, van ezek, mert mondjuk Németországban nem így van, érted? Németország, érted, nem csak Berlinből áll, Kölntől Frankfurtig mindenhova eljut a kultúra, de Párizsban például nem. Na most nálunk is egy picit ez van, és ugye de sokkal, na figyelj, nagy magyarázkodásban egyre mélyebbre süllyedek, tudod, az összeértegetésben. Kusz, nem mondok semmi, egyre jobban belebonyolódom a végén, meg már olyanokat fogok mondani akaratomon kívül, amit félreértem. Na, egyszer kerültem egy ilyen helyzetbe, azt nem mesélem el. Szóval mindegy, nincs bennem semmi ilyesmi, nincsen előítélet, meg nem tudom én micsoda, mert mindent megkaptam. Még egyszer, hogyha bárki félreértette, ezt megbántodott, akkor szájé. Jó, ennyi volt, most rongyolok, mert te megyek a Dalarnába. Hí, majd most mindjárt beközvetitek neked olyan egy manükkel járás jobbra-balra lesz, hogy te megőrülsz, megvadul. Követő rajongó, nézzek már, hát nem akárhol ülök, nézd anyukám, már előkelősködöm. Várjál már, bíti van, próba. Nézzek. Kár megy a vonulgatás jobbra-balra, itt vagyunk a Dalarnában. Te nem tudod elkezdeni, hogy mi lenni. Jó, te, kezel. Figyelj, tervező asszony most magyaráz, Markus ottan. Nem az a baj, hogy szaladsz, hanem az, hogy nagyon. Na, most beavat. Várjál. Most egy ruhapróbán vagyunk, és ilyenkor lejáró próbát is tartanak, ahol megmutatják, érted? Na most meg lassabban kell a kis hölgynek jönnie. Várjál, nézzek, és akkor fölveszik az egészet, teljes idegbe. Hát ott. Majd mindjárt megmutatom neked a kollekciót, itt az ügynökségtől van, vagy 20 lány. Ja, hát is Dalarna, Kammen, várjál meg, de mindjárt elmagyarázom, hogy itt mi fog folyni. Hát de arany követő, még mindig itt vagyok a Dalarnában, nézd meg, olyan gyönyörű ez a szalon, olyan, mintha Párizsban lennél. Egyébként a Dalarna esküvői ruhákat, nagy esztőit, hát szóval pupos ruhákkal foglalkozik. Mi szukasz, kb. Nem most a leül. Szenárisban lesz a nagy Dalarna bemutató, 20 éves a Dalarna, el tudod képzelni. Szevasz, Markus!
egyszer 20 éves a Dalarna, és egy óriási bemutatót fognak csinálni, 70 modellel, fölöleli az egész történetét, Anitában már mi 20 éve együtt dolgozunk. Azt mondja nekem, emlékszel, hogy indult a kapcsolatunk? Tudod, azt hittem valami romantikusat mond. Mondom, nem, hogy indult? Hát be akartál perelni. Mondjuk, hát majd babom. Na most kapol egy rögtönzött divat bemutatót, figyeljé. Oda néz, Alexa fog megindulni. Hála, imádom a haját, most vágotta le. Szóval úgy szundorozom itt jobbra-balra. Szóval még egyszer mondom. Na. Indítsunk. 3, 2, 1. Zene nélkül. Nézd oda, de jó. Nézd oda. Tjé. Nézd oda, Edith. Kész. Így néz ki egy divat bemutató. Egyébként most lehetőséged van eljutni, mert tudod, a következő van, ezt tudnod kell ebbe a szakmába. Nem lehet eljutni egy divat bemutatóra, tett rám. Popas. Nem lehet bejutni, mert általában hívott vendégek vannak. Most is az lesz, hogy ez ugye 1000 vendéget hívnak meg, viszont 1000 jegyet köszönöm fognak szépen eladni. Tehát most lehetőség... Na várjál még egyszer ugyanezt. 3, 2... Szóval azt akartam mondani neked, hogy most van lehetőség jegyet venni, mert egyébként divan bemutatóra csak akkor jutsz be, hogyha meghívnak. Nézd meg, anyukám, búbasz! Előkelő az egész. Hello, Otto. Szóval ezt fogod te látni nagyban, 80 modellel. Április 29 minél állítsz. Ott leszek, nyugodjál meg. Vonulgatunk. Oda néz a videó. Thank you so much. Pupas. És akkor április 29, már elmondtam 150-szer, már én is megjegyeztem. Április 29, a Millenáris Szélkapu Park, este 7 órakor. És akkor most kivételesen, mert ilyen még nem volt, mert ugye pont azt mondtam követőnek, rajongónak, hogy egy bemutatóra jegyet soha nem lehet váltani, mindig meghívott vendégek vannak, de most... Saját vendégeinket, az ügyfeleinket, a barátainkat, hiszen ez egy szülinapi ünnep lesz, 20 évesek leszünk, uh-huh. De természetesen vannak azok a mennyasszonyok, akiket még nem ismerünk, úgyhogy aki szeretné megnézni, és aki megjegy ilyen bemutatókat, őket szeretettel látjuk. Hát akkor ott leszünk, édesanyítám. Téged mindenképpen szeretettel várlak, meghívott vendégként. Pont meséltem, hogy hogy kezdődött a kapcsolatunk egy pörrel, de jó nem volt. Majdnem. Egy csak egy felszólító leveleket küldözgettem, olyan nagyba voltam már 20 éve. Bocsánat, elnézést, itt vagyok már követő rajongó, HB után már a kondiba vagyok, mert nem tudod elképzelni, Benjaminnal. Hello. Benjamin, köszönhetsz itt követőnek, rajongónak. Köszönöm. Nézzek már van. Jó, nyugodj meg. Csak ma azt mutatom, nézzek, hogy megjelentek az első hajszálak a benzinél. Nézzek. Jó képűné, nézzek. Hát meg a pattanások. Benzin, nincs kislány. Nem, hát rájön most. Jó. Ez egy magas labda volt, de... Ez egy magas labda volt. Mindegy is, nem? Na jó, azt mondjad, hogy mit kell most nézni. Ezt érdemben, azt mondjad, ezt érdemben, kell, nem tisztelt. Mit kell csinálni? Ide be fogsz. Igen? Ja, be is mutatom akkor, gyerek. Igen? Azért rend a kar, mert így előre tudod húzni ezeket, hogy ne kelljen menni. Előre menjünk, ne hátra. Előre menjünk, nem hátra. Nem megfogható, hogy engem nem fogsz ebbe belevinni. Jó. Benzi, az hátra megy. Igen? Igen, kitolod a mellkasodat. Jézusom követően, ez, Benji, ez most mi lesz? Úgynevezett chest press. Na most ezt nézzétek, Benji. Benji egyébként megígért, hogy május 15-e után az árstok, mikor véget ér, ledobja a t-shirtöt. Legyen jó mindenkinek, ne csökkenjen semmi se. De nézzek a chest press-et. Nézd, láb. Oda nézd. Vegyél lejjebb a súlyból, mert ez az én súlyom. Jó, igaz, de most összeszedem magam nagyon nagy keménynek tűnnek, jó? Oda nézd, Csász. És ilyenkor itt szokták nyomogatni az edzőt. Itt kell érezned. Igen, egy kicsit odébb, de egyébként. Itt? Ott, itt kell érezni. Úgy, na, bele is jön. Nézzek? Aha, jó Istenem. Hát, Benji. Na jó, akkor én jövök. Várja, édesapa. Nézd meg, milyen jó néz ki a Benji. Ne csökkenjen semmi se.
Mit csinálok? Hát próbálok motorozni. Drága követő rajongó, te olyan balhém van a Benjivel, nem tudod elképzelni. Tudni, nézd, egy ilyen Veszpás motorja van, és én mindig mondom, hogy aggódom, érted? Na, Veszpás motor, ugye, hát azért, mert veszélyes, nincs meg a kultúrája. Ezzel borulsz, mit fogok veled csinálni, Benjamin? Hát, mert vadulsz. Eddig egyébként úgy ült, nem ilyenje volt, mert ez most az előkelő, ez ugye, családi darab, pupos. Eddig egy, hát egy ilyen majom a köszörű kövön, ugye egy... Körülbelül, és akkor még finoman fogalmaz. Most nézzük, mert most követően megmutatom, nézzük, türkisz, izé, mindegy. Dob föl magad? Bőrülés, minden. Nézzek. Hát ez Benji egy ilyen luxus. Világ életében luxus volt. Ez igen. Te olyan rohanásban vagyok, jövök itt a Gerlóci utcába, érted, hogy eljöjjek Fondrászhoz, be vagyok jel, Markusz bejelentett, nem tudod elképzelni. Szóval egyelőre én a... Elnézést, most szövök a Fondrász. Elnézést, én az előbb a Magdi szépségszalomba kopogtattam be, hogy Magdika magához jövök egy fürdőzésre. Hát látom, hogy ott mosszák a haját. Nézd egész, hogy el van magával foglalva. Szegény. Elnézést, mi a fiatal emberrel mit csinálnak? Van valami nagyon jó került a hajára? Hát ez érdekes. Hogyha ő nem a Magdiba akart menni? Össze vagyok zavarodva. Jó napot kívánok! Orvosfeleség frizura készül. Jó ideje! A számtalanul jóképű fodra... Hí, az olló megáll a fejemen! Hát ez nem igaz, anyukám! Pupos! Na, ez a fejmosszólány. Hát a fejmosszólány mindig itt kellemetlenkedik nekem. Olyan kínos vagy, Szandra. Hát ne haragudj. Drága aranyköve. Fejmosszólány, kikérem, érted az üzlet elejére. Hát nagyon-nagyon van. Tessék, pezsgőt tessék tőteni. Drága követő rajongó, olyan műalkutás készül, ugye? Nézzek, a szakember. Szakember, inkább olyan szárukkeretes szemüveggel dolgozik. Bonjour. I am from Sadar.